kávé egy jó szivarra. Halli papi, mami. Ez egy elég jó kombó. Én mindig is rajongója voltam így a technológiának, rájöttem, hogy én mindig így fölnéztem erre a maga technológiai fejlődésre. Annyira érdekelt mindig így. Csomószor azon gondolkodtam, fiatalabban is, hogy talán legjobban rosszul fog esni, ha egyszer már úgy nem leszek, hogy meghalok, vagy nem tudom, vagy nem tudom, másmilyen esetőség nincs, hogy mindenki meghal. Szóval, hogy ha meghalok, akkor tök rossz, hogy nem tudom, hogy mi lesz a jövőben, úgy belenéznek a jövőbe, hogy mik lesznek mégis. Mondjuk biztos így egy jó 15-20 évvel ezelőtt, hogy aki belenézett volna mai jövőbe, vagy akkori jövőbe, ami most a jelen, akkor tök meglepődött volna egy csomó ilyen technológiai újításon, hogy tényleg még vannak ma már. Jó, egy csomó science fiction arról szól nyilván, hogy már 2018-ban ilyen űrhajók mennek. Mármint egy autók helyett, hogy ugye repülnek ez a visszajövőbe is, meg ilyenek. Ami egyébként egy hatalmas kedvencem. Én nagyon szeretem azt a filmet. Nagyon szórakoztató, nagyon jó forgatókönyv. Meg az egész, az zseniális. És már... Kíváncsi lennék, hogy miket gondoltak mondjuk egy 20 évvel ezelőtt, hogy mi fog megvalósulni, meg mi nem. Mondjuk egy csomó science fictionben vannak egyébként ilyen utalások így a jövőre nézve, és egy csomó olyan dolog van megírva már ilyen 20-30 évvel ezelőtti regényekbe is, hogy kompletten össze lesz kötve így az emberek gondolata, meg így egy lesz az egész, meg ilyeneket írnak, és ugye az internet ezt tök megvalósította, meg ezek a közösségi oldalak, meg mondjuk a telefon, ezt soha nem gondolta valaki, vagyis soha nem gondoltuk volna szerintem, hogy a telefon az... Szóval szerintem pont az ellenkezője történt, ugye azt hittük, hogy a technológia az összeköt, hogy összeköti az embereket az, hogy van egy számítógép a kezedben, mondjuk déjjel-nappal hordanak az emberek a jövőben. Most arról beszélek, hogyha annak idején ugye valakinek ezt magyaráztuk volna, mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, és akkor ugye abban gyakorlatilag bármi benne van, és akkor van egy internet, egy központ, és bármit tényleg elérsz egy, mit tudom, egy-két percen belül bármilyen fajta információt lehet nálad, akárhol vagy. Tehát nem kell többet, nem tudom, újságot se venned, ha akarod, nem kell többet térképet használnod, nem kell találkoznod az emberekkel, mindenkit elérsz, anélkül, hogy ott lennél. És ugye pont ez a átülütője is szerintem, hogy azt hittük, hogy a technológia az összehozza az embereket, és közben az ellenkezője történt tök durva, hogy széthúzta. Hogy az emberek nem foglalkoznak egymással, hogy mindenki csak e-mailen, telefonon érint. Tehát nem, eltűnt a fizikai kontakt. És így azt hittük ezzel a technológiával, hogy az összes embert így összeköti. És valójában nem kötött össze minket, hanem eltávolított. Virtuálisan összekötött, és emberileg meg szépen eltávolított. Tehát olyan felszínesek lettek ugye a beszélgetések. Nem gondoltuk, hogy annyi információ lesz, és annyi felé kell figyelned, meg annyi emberrel beszélned, hogy ilyen felszínesek lesznek a beszélgetések. De akkor mondta volna valaki, hogy így figyelmeztet egy ilyen a telefonodban, egy az interneten át, hogy kinek mikor van születésnapja, és akkor te úgy csak oda kell, nyomnod kell csak egy gombot, hogy ő felköszönti helyetted. Mert igazából az is milyen, hogy nyomsz neki egy ilyen szülinapi gift tortát, felköszönti helyetted a telefon, úgy nem találkozol vele, vagy még föl se hívott telefonon, hogy szia, boldog születésnapot kívánok, így jelzi neked azok az ismerős, és akkor mindenkinek csak úgy írsz. Teljesen jelentéktelen lett az egész, meg ilyen nem tudom, mert valaki így ír nektek, akkor így meghat, hogy szia, boldog szülnap, boldogat, és akkor az üzenőfaladra, vagy küld egy tortát, hát ez igazából semmit nem mond. Már az is jobb, amikor valaki ott írja, kiírta a Facebook, hogy szülinapod van, vigyorgó fej, azt azért írok. Nem tudom én. És
Hogyha előre mehetnénk egy ilyen jó 25-30 évet megint, akkor szerintem még jobban el lesznek az emberek már távolodva. És a technológia még magasabb szinten lesz, brutális magas szinten lesz, biztos vagyok benne. Ilyen igazából elképzelhetetlenül magas szinten lesz a mostani embernek, ugyanúgy, hogy nem tudtál elképzelni még nagyon sok dolgot régen, vagy 20 évvel ezelőtt, meg lehet, hogy nem is értette volna az ember, hogy most mi van, mi az, hogy magyarázod el az internetet. Elég nehéz egyébként annak, aki mondjuk egyáltalán semmi köze nincs, soha nem látta még ezt a dolgot, nem is hallott róla, annak azért elég nehéz lenne elmagyarázni ezt, mert szerintem nem biztos, hogy megérteni. Hogy jó internet, de hol van? Hol az az internet? Mindenhol. Összeköt minket. Úgy nem, azért az elég nehéz szerintem elmondani. És ez egyik a legnagyobb technológiai újítása. Meg hát persze a gép, ami 600 milliárdért elkészítettek, hogy a Rubik kockát kirakja 0,05 másodperc alatt, vagy mit tudom én, ugye ezek nagyon fontos dolgok. Ja, hát nyilván azt majd máshol fogják hasznosítani, de azért rengeteg baromság van. De minden esetre szerintem rohadtul félelmetes, hogy a jövőbe biztos vagyok benne, hogy ott már össze fog olvadni az ember és a gép. Szóval az első ilyen lépcsőfoka szerintem az, amikor már csippelni fogják az embereket. Ugye most már az állatokat is ugye csippelik, és valamilyen szinten egy gép van már bennük van egy csip a bőrük alatt, ami egyébként egy baromi jó dolog nyilván, mert elhagyod a kis állatodat, valahol leolvassák, tudják, hogy mi a hely, tudják, hogy kihez kell elvinni, szóval... Na ugye, amikor az embereket fogják csippelni. Már nem tudom, már szerintem vannak is ilyenek. Sőt, olvastam, hogy valamilyen bank meg cég már a kézbe próbál beépíteni ilyen bankkártyákat, meg ilyen csipleolvasókat, hogy nálad legyen a bankkártyád, és a kezeddel tudsz jelezni. Szóval ez már szerintem a lépcsőfok annak, hogy összekötjük magunkat, ilyen droidok leszünk. Szóval most már gépiesítjük magunkat. Ez a technológia, ez mindenképp már az, hogy annak a kezdete szerintem, hogy előbb-utóbb így össze leszünk kötve itt teljesen ilyen gépekkel, meg az érzéseinket is így próbáljuk gépekbe oda-vissza. Eltárolni így az érzéseket majd ilyen gépekbe, vagy... Nem tudom, azon gondolkodom, egy dolgot még mai napig nem tudnak tárolni, tehát mindent tudunk tárolni már, mindenféle adatot, tehát ugye képeket, számokat, bármilyen adatot, hangfelvételt, videófelvételt, mindent tudunk tárolni, egy dolgot nem, az illatokat és a szagokat. Tehát ezt nem tudjuk egyszerűen tárolni, nem tudjuk visszaadni. Tehát nincs ilyen tároló egység, hogy illatot tárol. Milyen király lenne? És akkor hát nyilván most így nem tudunk belegondolni, hogy ez milyen baromság, hogy illatot tárol valami, meg ugye minek. De hát ez egy nagyon fontos dolog lenne szerintem valaminek az illatát meg eltárolni, mondjuk meg már egyszer nem lesz, vagy azt mondani, hogy ennek a parknak ilyen illata volt annó, és akkor így bejátszhatod az illatát. És akkor így, hú, milyen friss, és akkor közben már nincs ilyen, vagy mondjuk lepusztult. De most bárminek lehetne ilyen illatát tárolni egy... Mert szerintem az illatok, azok az emberre nagyon hatnak. Tehát beunyod a szemem, és így érzel egy illatot, és ez bármi lehet egy... Minden lakásnak például van egy illata. Bemész, és van egy ilyen illat. Beunyod a szemed, és így eszedbe jut róla valami, hogy úristen, itt jártam. Az illatok szerintem nagyon meg tudják fogni az embert, nem beszélve, mit tudom én, volt valami régi csajod, és akkor használt valami, vagy pasi, tök mindegy, lányoknak, ugye. És akkor használt valami parfümöt, és akkor megérzed, és úristen, ezt használta, szerelmem, Jézusom, ez a parfüm, így egyből bum-bum, megrohannak az emlékek. Mondjuk ilyen szempontból persze a parfümöt mi kell letározni. Ha még gyártják, akkor beleszagolsz, és akkor eszedbe jut, de hogy alapvetően egy közegnek, egy
illatát, nem lehet azt eltárolni, azt azért kinyitod, és akkor mezőn vagy, vagy nem tudom, bármit, vagy izé. És akkor még ott a, még a lótrágya is jön, de mindegy, bármi, ami a közeghez tartozik, úgy bum, bejön minden az orrodba, és így előjön az emlék, vagy megvalósodik, vagy úgy, hogy valósággá válik az a pillanat. És a jövőben például el tudom képzelni, hogy lehet, hogy lesz ilyen majd, hogy ezeket el lehet tárolni. Mondjuk egy képi anyag mellé. És hogy érzed az illatokat, mert az más, hogy így generálják mondjuk az illatokat, tehát hogy ugye utánozzuk, de eltárolni, tehát azt. Most az, hogy tudnának biztos ilyen mező illatot csinálni nekem, de az csak egy mező illat. Én azt akarom érezni, ami akkor volt, hogy el legyen tárolva, hogy ugyanaz. Mondjuk lennének biztos ilyen tréfás illatok eltárolva, amiket nem szívesen nyitnál meg. Nem mindig, de a gondolatmenetemnek igazából az a lényege, hogy ilyen érdekes, hogy egyre jobban könnyíteni akar magán az ember, folyamatosan gépiesít mindent, mondjuk, hogy maradjon több ideje, és igazából sokkal kevesebb ideje marad mindenre. Mert ugye azáltal, hogy gépiesít van minden gyorsult, az egész világ tök gyors. És tényleg egyfolytában csak gyorsul minden, és ezekkel a gépekkel is tényleg csak gyorsítunk mindent, hogy még gyorsabb legyen minden. És állandóan én időt akarunk szakítani mindenre, és közben meg senkinek nincs ideje semmire, egyre jobban. És én is érzem magamon, hogy így szorít be így az egész világ, vagy az egész élet, hogy érzem, hogy minden gyorsabb, és minden gyorsan kell, és lemaradok érzem, és hülyén érzem magam a nap végén, hogy Úristen, nem használtam ki úgy rendesen a napot, hogy sokkal több dolgot kellett volna csinálnom, és rám is rám ragad, és érzem ezt a rohanást. És egyre gyorsabban telnek a napok, tök furcsa. És mindenhol pedig már tök könnyű elvégezned, most már automata kasszák vannak, hogy nem kell sort várnod, hogy jó, kell ott is, de mondjuk nyilván 15 ilyen önműködős kassa gyorsabban, mint egy mögé beállsz. Mit tudom, ezer millió dolog van, ahol a bankba bemész, és akkor elég lehúznod a kártyádat, magadtól kinyitod, nem kell ott csöngetni valakinek, vagy megvárni, amikor nyitnak, hogy akkor olyan időben nem tudsz bemenni, éjszaka már a kártyáddal bemész, magadnak megcsinálod a dolgokat, beütöd, kiveszed a pénzt, kijön, nem kell beülnöd abba, minden ilyen automatizált, és mégis azt érzem, hogy rohadt gyors minden. És rohadt nehéz lépést tartani. Hogy hova tud ez gyorsulni még ez a világ? Hova? Mit tudunk még gyorsítani rajta? Akármit találunk ki, mindig csak idézőjelben rosszabb lesz. És akkor hiába sírnak mondjuk az én korosztályom is, mert egyébként tehát vannak nagyon jó dolgai a technológiáknak, meg mondom, én nagy rajongója vagyok, én nagyon szeretem látni a fejlődést a számítógépes játékokban, meg a grafikákban, meg a 3D-ben, úristen, filmbuzi vagyok, az effektek, hogy úristen, hova jutott, úristen, a filmipar mit megcsinálnak, már így lenyűgöz az egész. Viszont te mindenki mondja, hogy régen tök más volt, az emberek úgy jobban összejártak, úgy kártyáztak, meg mit tudom én, gyerekek fociztak, meg ezeket a közhelyeket mindenki löki, de tényleg így volt, mert nem volt ez a technológia, nem volt tablet, meg nem volt semmi, és amióta van már, azon fifáznak inkább a gyerekek virtuálisan. Tök durva, ez valaki mondta volna annak idején, akkor tök fura lett volna, hogy mondtuk, nem értettem volna, mi az, hogy így virtuálisan fociznak, vagy nem találkoznak egymással már. És hogy ez így hova fog vajon fejlődni, tök kíváncsi lennék. Itt tényleg a Wall-E nevű animációs filmben volt, hogy amikor ilyen monitorban mindenki előtt, és szarrába hízom mindenki, és ilyen saját kocsiba megy, és már úgy beszélnek egymás mellett is, hogy a monitort nézi, nem a mellette lévő embert, mert azon jelenik meg. Nem tök el tudom ezt képzelni egyébként, és akkor az lesz a normális.
És én is azt érzem, hogy ha nem teszel ellene, ha bármennyire elragad a technológia, neked kell felülkerekedni rajta. És ez nagyon szar néha, mert a technológia az rohadt jó dolog. Tényleg olyan, mint egy ilyen drog, amit így belöksz, és így fú, de király, muszáj, így nem tudom, tényleg olyan, így mindenből akarsz azért jobbat, akarok jobb kamerát, akarok jobb telefont, akarom, mert jó érzés, hogy van, mert gyors a számítógéped, jó grafikákat csinálok én is rajta, sokkal gyorsabban működik a gép, vágásnál is csak nézek, ú, de jó, vagy egy jó játékot belöksz, ezek ilyen csábító dolgok, és így ellen kell állni rendesen néha, hogy igenis jó, úgy vegyek vissza, mint például nekem ilyen a okostelefonra a Facebook applikáció, és már elcsábultam kétszer-háromszor, így fölraktam, és én megfogadtam az előtt, nekem nem lesz Facebookon applikációm, hogy görgessem a rohadt Facebookot. Mert azon veszem észre magam, hogy ülök esténként, és már így bealszok, és így görgetem le azt a szart. Milyen durva. És beszippantott. És így nézem, és mondom, és mit csinálom? Mit nézek rajta? És akkor megnyitok egy ilyen videótól, egy cica így elalszik, és akkor tök jó, megyek tovább, akkor ott van valami lelassított felvétel, ahogy nem tudom, lufi kidúran, és akkor fejébe megy a víz. Megyek tovább, és akkor ezeket így nézem. Totál ilyen idő fecsérelés, baromság. Meg Messenger, egyfolytában Messenger, és ettől én viszont nagyon rossz vagyok, és akkor le is töröltem a Facebookot, most megint elcsábultam, erre is rárakom, mert voltunk valahol, és akkor nem mondom, hogy feldobom addig, mert pont van fontosat kellett volna üzennem, és nem mondom, hogy most csak megüzenem, és akkor majd letöröm, és ha persze, és már nyomtam, mindenkire üzenni kell. Mit tudsz beszélni velük így ennyit egy nap közben, ami nem várhat, amíg hazaérek, vagy akár. Hát, szóval. Úgyhogy én mondjuk ilyen módon sztrájkolok a technológia ellen, úgy magamnak, nem sztrájkolok, hülyeség. Visszavonom, nem sztrájkolok, szóval nagyon szeretem a technológiát, és nagyon sok fontos és érdemleges dolog van benne. Azt mondom, hogy így próbálom lefolytani magam kicsit, hogy azért maradjanak emberi dolgaim is. Maradjon meg a fizikai kontaktus, úgy próbáljak ráállni, hogy igenis az embereket keresni kell, igenis személyesen, vagy telefonon legalább hangot halljam, vagy bármi, hogy igenis motiváljam magam arra, hogy ne szippancson el teljesen. És ez ellen csak úgy saját magad tudsz tenni, szóval ezen senki nem tud tenni neked. Minden jóból megárt a sok. Ez mindennel így van. Akármit veszel az életben, még az étel is, hogyha túlzabálod magad, akkor meghízol, és a sok jót eleszed az életed, igazából annyira habzsolod a jót, hogy utána megbetegszel tőle, úgy tikkel így a szemem, vagy hogy hívják ezt így. De most már napok óta. És mindennel így van, hogy tök finom egy sör, de ha már 5-6-ot megiszol naponta, ott már probléma van. Akkor berúgsz, és akkor egy idő után alkoholista leszel. Tehát semmiből egyszer nem jó a sok. Mindenből a mérték. Ez ilyen, az élet szerintem az ilyen mértékletességre tanít, vagy mértékre, vagy nem tudom. Vagy egyensúlyra. Mindenhol az egyensúly a lényeg, és szerintem a technológia az meg annyira gyönyörű sajnos, hogy engem is elszippant, annyira bámulom, meg annyira szeretem én is, szóval én meg nagyon mondom is. És le kell folytani magamban ezt, hogy a játékfüggőség is, nagyon könnyű játékra függőnek, baromi könnyű játékfüggőnek lenni. Tényleg nagyon, nagyon dolog. Nem szerencsejáték. Az meg egy tök más téma, de arra már szerintem sokszor beszéltünk. Nem tudom, hogy egy számítógépes játékok ilyen online, így tényleg nagyon beszippant. Főleg ezek az MMO-k, fú, tényleg baromira be tud szippantani, de ennek ellenére én nagyon szeretem.
szeretek mondjuk diablózni haverommal, meg most a Vikinek is megvettük, és akkor tök jó játszani együtt, csak olyan mértékletesség mindenben. Akkor azt veszed észre, hogy úristen, vannak így 5 órát így eljátszott, észre se veszed, hogy mi van, ennyi az idő. Hát most a nosékkal is itt PUBG-ztünk, meg mit tudom, meg még annak idején a szupékkal is ugye kezdtem. És akkor így amikor játszol, és eltelik 3 óra, és így nem 10 perce játszunk. Szóval brutál. Egyébként nem vagyok elme a játékoknak, se én nem mondom ezt, hogy így, hogy a játék ilyen hülyét csinál az emberből, meg büdőjön, izé leszel, szóval a mértékkel szerintem tök javítja a reakciókat, meg ezt már vizsgálták is csomószor egyébként, hogy azok a gyerekek, akik játszanak számítógépes játékokkal, sokkal jobbak a reakcióik, meg a ugye játékokban vannak azért meg kell oldani feladatokat, tehát ugye koncentrálni kell, egy csomó dolog egyébként, csomó dologban javítja, azon kívül, hogy jó rengeteg játék torzítja is már a gyerekeknek a hát ez sem mindegy, hogy hány éves kortól láncfűrésszel vagdosod szét az embereket, szóval ez meg megint egy külön téma. De sajnos ez meg az emberünkben a vérébe van, hát mi romboló faj vagyunk, gyilkos, öngyilkoló elmebeteg faj vagyunk. Hát ez nem lehet mit csinál, az vérünkben van, hogy megszületünk és már akarunk ölni valakit. Ez meg egyszerűen elképesztő, hogy ez. Erről meg lehetne külön vlogolni. Majd egyszer lehet, hogy erről csinálok egy vlogot. Ez egy tök jó téma lenne, hogy miből fakad az embernek ez az elmebeteg gyilkolási vágy, hogy miféle állatok vagyunk. De sokkal szarabbak, mint az állatok, mert azért az állatok azért nagy része nem ők kedvéből, vagy haszonvágyból, tehát maximum a területét védi meg. Még az is egy nagyon szélsőséges eset, de általában ők a táplálékért. Nem öl meg mondjuk a, nem tudom, a puma izét, 5 darab szarvast, csak azért, mert hogy úgyis ott volt a több, és akkor egyet megesz, szóval... Érted? Jó, elmentem egy másik témába. Na, ezt még elszívom nektek, meg... ennyit beszéltem. 23 perc. Jó van, gyerekek. Szép napot kívánok mindenkinek. Ali papi, mami.